Bemutatom mai előadónkat, Katona Krisztiánt, aki idézett az ELT-n 1997-ben, biológus szakon és tanári diplomát is szerzett. Utána vadgazdálkodási mérnöki diplomát is szerzett a SZIÉN, majd itt az egyetemen nálunk szerezte a doktori fokozatát. Akkor is már a növényerőknek a környezetre gyakorolt hatással foglalkozott, csak a mai már kisebb állatok, már a mai témájának kisebb állatokkal, mert akkor még nyulakkal foglalkozott, és Albert tanárul volt akkor a témavezetője. Krisztián egyébként 2000 óta a SZIÉN, a jelenlegi nemű vadvilágmegőrzési intézetben dolgozik, és ott foglalkozik a különböző nagyvadaknak a viselkedésével és ennek a környezetre gyakorolt hatásával. Nyilvánvalóan mindenki hallott már róla, hogy ha nagyvadak elszaporodnak, akkor milyen negatív hatásai lehetnek a mezőgazdálkodásra és a vadgazdálkodásra, de a helyzet nem ennyire egyszerű, tehát a jelenlét is ugyanannyira szükséges, és erről a komplex viszonyról fog Krisztián nekünk a mai előadásában beszélni. Szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek titeket. Balázs már többé-kevésbé bemutatott, ugyanezt el akartam mondani én is, úgyhogy nagyon nem akarom megismételni, mindenesetre valóban egy különleges élmény, hogy legutóbb, amikor itt előadtam az ELT-n, akkor itt talán pont a szemközti teremben a doktori védésem volt, tehát az már elég rég volt, úgyhogy ez most egy sokkal szabadabb forma most már, kevésbé izgulok, mint akkor. És a téma is változott, tehát valóban nyulak is voltak hajdanán a képben, és a munkám során találkoztam velük, de még kisebbektől kezdtem, tehát a szakdolgozat kapcsán még egerek, kockok és ürgék voltak a vizsgálataim alanyai, akik ugye szintén növényevők. Az üregi nyúl és a mezénynyúl következett, és ahogy átkerültem Gödöllőre, onnantól kezdve őzek, rímszarvasok, dámszarvasok, illetve bár nem növényevő, hanem mindenevő, de a vaddisznó, mivel döntő többségben növényt teszik, őt is ide fogom majd végig sorolni. Ők lettek a vizsgálataim alanyai, tehát elég sokszor, sokféle helyzetben és sokféle fajon találkoztam azzal a problémával, hogy milyen kedvezőtlen és kedvező hatásai vannak a különböző növényevőknek, és köztük elsősorban, mint konfliktus gerjesztő fajok a hatásoknak az élőhelyükre, illetve azokra az életközösségekre, ahol élnek. Ami mindig megfogalmazódik bennem, hogy ami itt van a Földön, az általában valamiért ide került, és megvannak a fontos szerepei, hiszen úgy alakult ki, hogy ő is be tudta tölteni évmilliók során ezt a szerepét, illetve hozzá is tudott alkalmazkodni valamilyen formában a környezete. Tehát ha valamivel nagyon elégedetlenkedünk, akkor azért magunkban is mindig kell keresni a hibát, hogy tulajdonképpen az, hogy teremtő, formáló és romboló, ezek azért általában a mi kategóriáink. Ezeket a szavakat nem ismerik se a szarvasok, se a vaddisznó, ők egészen más rendszerekbe gondolkodnak, tehát amikor majd ilyenekről beszélek, hogy kedvezőtlen hatás, meg kár, azt mindig alapvetően emberi szemszögből ítélem meg, de alapvetően ez nem biztos, hogy erről szól valóban. Mindenből nyer valaki, meg vesz valaki, és mindenki jó is, meg rossz is. Ezt szeretném majd most bemutatni ezzel az előadással, hogy mennyire vegyes ebben a kép. Mielőtt ezt elfelejtenénk, nem tudom, van-e valakinek születésnapja, de minden esetre ma az okapiknak a világnapja van, úgyhogy ünnepeljük őket. Ő is patás állat, 1900-ban fedezték fel körülbelül, tehát tulajdonképpen még egy elég friss élmény a világnak, és nagyon pici helyen lokalizálva Kongónak valami elhagyatott erdőiben érdekel még, ugye üdvözőjelben mi az erdei zsiráf. Reméljük, hogy jó sokáig meg lesz a hatása, illetve hát jelen lesz a környezetében. No, hát térjünk rá a mai témára. Hogyha ezt a képet látjuk, már sok helyen mutogattam, ez egy vadaskerti kép egyébként, elég vegyes érzelmeket gerjeszt. Van, aki örül neki, hogy milyen sok szép kedves vaddisznó és gímszarvas látható a képen, valakinek meg egyből eszébe jutnak azok a rossz élmények, ami például ahhoz kapcsolódik, hogy ő erdőgazdálkodó és nem újul rendesen az erdője, vagy kukoricát próbál termeszteni, de nem tudja eladni, mert már nincs rajta semmi, mire le kéne szedni, vagy éppen kinézett a kert a
az ablakon is a kertjéből már nem lát semmit, mert minden szép van turva, vagy éppen tegnap ütött el egy vaddisznót, vagy egy gímszarvas bitját valamelyik úton. Úgyhogy rengeteg ilyen negatív élmény is társulhat hozzá. Mindemellett szerintem mindenki nagyon boldog benne, vagy boldog volt, amikor gímszarvas bitját látott az erdőben, vagy néhány vadmalacot átszaladni az erdei ösvényen, vagy netán megkóstolta a vaddisznó körköltet, a helyen, ahol ott csinálják. Ezek egyértelműen pozitív élmények. Természetesen a vadgazdálkodónak is egy nagyon pozitív élmény az, hogyha megfelelően sikeresen tud vadásztatni, és ezzel fel tudja tartani a tevékenységét. Nyilván minden mellett az is egy nagyon fontos, hogy például a kulturális értékei is vannak, csodaszarvas legenda, az nyilván kötődik ezekhez a legalábbis a szarvasokhoz. Tehát nagyon sok olyan értéke is van, meg negatív megítélése is ezeknek a fajoknak, amik egyszerre vannak jelen, és különböző helyzetekben különböző mértékben lehetnek dominánsak. Hát egy-két példa. Tehát induljunk a rombolástól. Nem kell nagyon sokat magyarázni, főleg nem Magyarországon, mert abszolút ez az, ami döntő túlsúlyban van, hogyha a fajok, ezen fajoknak a hatásaira gondolunk. Kinézek a kertből, nem kell nagyon messzire menni, mert Budán ez mindennapos, tehát a vaddisznók már nem csak a budai hegyekben élnek, hanem valóban bejönnek a városi területekre is, és feltúrják a kerteket, tehát nagyon nagy problémákat tudnak okozni. Ugye, akit nagyon nem izgat az, hogy ennek milyen értéke van, az akár még boldog is lehet, mert eddig volt egy ilyen egyenlő gyep, most meg duplájára nőtt a biodiverzitás, mert már van feltúrt, meg nem feltúrt rész is, és így olyan fajok is lehetnek, akik a zavart területet szeretik, meg olyanok is, akik szeretik a beállt gyepet. Tehát sokféle szemszög létezhet, minden esetre mi alapvetően ezeket a rövid távú problémákat látjuk, hogy az valami nagyon megváltozott, és nem virágos rét lett belőle, hanem földé vált a gyepszőnyeghez. Ugyanezt ugye máshol is meg lehet figyelni, például ugye ezen a gyep területen, nem annyira jól látszik a képen, de a baloldali rész az egy túllegeltetett rész, a másik oldal egy nem túllegeltetett rész, tehát látszik, hogy erőteljes hatása lehet például a legelésnek is, vagy itt fönt ez a vadrágásnak egy minta példája, tehát ha kizárjuk a növényevőt a területről, akkor látszik, hogy gyorsabban újul az erdő, mint ha nem zárjuk ki. Az már a mi döntésünk, hogy mit akarunk, tehát akarjuk egyáltalán, hogy újuljon az erdő, vagy nem akarjuk. Az erdő nem akar újulni. Az erdő az erdő, nem gondolkozik ilyeneken. Ez az embernek az igénye, hogy pontosan mi történjen, meg milyen gyorsan történjen, például egy adott gazdasági érdek, vagy az emberiség fennmaradása érdekében lehet ez jelentős, de ez megint csak a mi szemszögünk. Vagy például a kukorica termesztés, megint csak az emberhez kötődő problémakör, csak mi termesztünk kukoricát, senki más a világban, de ebbe beleszól például a szarvas, vagy beleszól a vaddisznó, és nyilvánvalóan komoly problémákat tud okozni, tehát gazdasági értelemben ez egy komoly kár. A biodiverzitás tekintetében nem mondanám, mert kukoricában ilyen jellegű kárt nehezebb okozni, de egyértelműen nagyon jelentős problémák és nagyon erőteljes érzelmi hatások kiváltója mind a vaddisznó, mind a gímszarvas, tulajdonképpen az egyéb hatások is, de ők kiemelkedően ilyenek ebben a témakörben. Nem egyféle patás van, nagyon sokan vannak, majdnem 300 faj tartozik ide, tehát majdnem 300 féle patásfajnak a sokszoros mindenféle hatásai, amiről most beszélni kell. Tehát ez egy nagyon egyszerű megközelítés, hogy tudnak, rágnak, tanak és legelnek, meg taposnak. Ezt nagyon sokféle módon tudják csinálni, nagyon sokféle módon hatnak direkt is, meg indirekt is a környezetükre. És ugyanazt a dolgot, nagyon nem mindegy, hogy egy vidd tapos vegetációból valamit, vagy az elefánt, vagy éppen a zsiráf, egészen más milyen hatásai lesznek ezeknek a fajoknak, egészen máshogy táplálkoznak. Hát ez egy évmilliós munka, amíg ez megtörtént, hogy ennyi féle fajunk van, hiszen a cél az volt, hogy a növényi táplálékot nagyon sokféle módon ki tudják használni. Erre szakosodtak, tehát azért lett mondjuk más milyen a szájméretük, vagy más milyen lett a válizületük, hogy kiderüljön az, hogy ő mennyire szelektíven tud táplálkozni, például a füvet tudja jobban legelni, vagy a
bokrokból tudja lelegelni a hajtásokat, tehát idomult hozzá a külalakja is, és mindeközben, amit nem látunk, hogy az emésztő szervrendszer is egészen megváltozott. Tehát másféle és másmilyen arányban termelődnek benne különböző emésztőenzimek, különböző arányban vannak a mindenféle baktériumok az emésztőszerrendszerében, másmilyen méretű lehet a mája, másmilyen hosszúságú a különböző bélszakaszoknak a nagysága, másmilyen mértékben papillázott a rendője, tehát nagyon nagy eltérések lehetnek, és ez nyilván egy lehetőség számára, mert így jobban és hatékonyabban táplálkozni azon a növényi egységen, amit kitalált magának, hogy ezt jól hasznosítja, viszont ez be is szűkíti a lehetőségeit, mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve más fajokat viszont nem tud annyira hatékonyan kihasználni, mint ahogy korábban esetleg ezt tehette. Tehát ez oda vezet, hogy egyre változatosabbak lettek, egyre jobban felosztották a táplálékot, így természetesen a hatásaik is egyre különbözőbbek lettek, és mindeközben, mivel másféle hatásaik vannak, nem csak hatások vannak a világon, hanem tényleg növények is, tehát a növényi visszahatás is egyre változatosabb lett. Tehát formálják mindeközben a világot, és ez az oda-visszaható rendszer lesz egyre bonyolultabb, meg egyre izgalmasabb. Tehát ezt nagyjából így lehet elképzelni, bár nem feltétlenül ilyen sorrendben, hiszen ezek folyamatosan oda-vissza működnek. Mindenesetre a biodiverzitás az, hogy csak a növényvilágban volt valamilyen változatosság, az ahhoz vezetett, hogy a fogyasztói is egyre változatosabbak lettek, nem akartak folyamatosan egymásra harcolni, mert megosztották a táplálékot, meg a táplálkozóhelyeket, tehát egyre többféle növényevő lett, akiknek változatosabbak lettek az igényei, változatosabbak lettek a hatásai, változatosabbak lettek azok a szolgáltatások, amik hozzájuk kötődnek, mert mutatok egy-két példát, és így összességében nem csak a patások diverzitása növekedett, hogy egyre több patásfaj lett, hanem az egész környezet egy lehetőséget kapott az egész élet közösségében vannak, hogy egyre változatosabb legyen. Tulajdonképpen az embernek ez a feladata, hogy ezt elfogadja, hogy ez így van, és próbálja ezt a változatosságot úgy fenntartani, hogy nem csak messziről nézi, hanem nyugodtan használja, csak úgy használja, hogy megadja a következő generációknak is a lehetőséget, hogy majd ők is használhassák mindezt. Tehát bár ez nem igazán működőképes a legtöbb esetben, de próbáljunk fenntarthatóan gazdálkodni ezekkel az erőforrásokkal. Mi mindenre adhat a sok-sok patásfaj, amikor arról beszélünk, hogy a biodiverzitásra gyakorolt hatásai. Ez azt kell megnézni, hogy egyáltalán mi is az a biodiverzitás, elég sok definíciója van, mindenesetre úgy általában az jól jellemzi, hogy az összetétel, a szerkezet, illetve a funkciónak a hármasa, az elég jól leírja, hogy mennyire változatos egy adott rendszer, tehát az összetétel például milyen fajokból áll, a szerkezet az például az, hogy mondjuk van-e cserje szint egy erdőben, vagy nincs, vagy milyen foltok fordulhatnak elő, illetve a funkció, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy milyen latin nevek rohangálnak egy erdőben, hanem az a lényeg, hogy megvannak-e azok a szeretet, meg azok a hatások, amiket betöltenek ezek a fajok. Például van-e vaddisznó túrás az erdőben, vagy nekem kell kimenni egy ásóval és ott túrogatni, vagy ásogatni, mert senki nem teszi meg. Ugye a különböző szerveződési szintje is vannak a biodiverzitásnak, a táji lépték, regionális, az életközösség, az, hogy hány faj van, vagy a populációknak milyen aránya van, illetve van egy egyed alatti, tehát a genetikai vagy molekuláris szint. Ezekre mind-mind tudhatni a gímszarvas is, meg a vaddisznó is, illetve az összes többi patás, mint tulajdonképpen az összes élőlény. Hát, mégis általános iskoláig kell egészen visszanyúlni, hogy ne felejtsünk el fontos dolgokat. A táplálék piramist, meg táplálék hálózatot már mindenki biztosan látott. Azt mindig olyan egyszerűen elfogadjuk, hogyha hiányzik a csúcsragadozó, akkor egy picit megborul a rendszer, bár nem feltétlenül a fölülről lefelé szabályozás, az igazából fontosan inkább az alulról fölfelé, de ettől függetlenül ez egy kicsit olyan, hogyha kimegy a tanár a teremből, akkor elszabadul a fokol, tehát akkor az alatta levő szintek azok elkezdenek rosszalkodni, például túlságosan sok hatás lesz és túl erőteljesek lesznek a hatásai.
De ezt el szoktuk felejteni, amikor lentebbi szintekre megyünk. Tehát az is olyan egyértelmű, hogy kellenek a növények, mert a növényevőknek kell valamit tenni. Mert amikor eljutunk a növényevőkhöz, akkor főleg a patások kapcsán elég sokszor vannak ilyen kijelentések, hogy azok nem hiányoznak az erdőből. Az lenne a legjobb, ha nem is lennének, mert akkor nem okoznának ennyi problémát, mint amit láttunk ott a második diában, hogy mi mindent bűvelnek, amikor beindulnak. Pedig hát ez nyilvánvalóan nem igaz. Tehát ha kirántjuk azt a szintet, amit ott a növényevők jelképeznek, akkor megint csak nagyon sok minden megváltozik, hiszen nem csak a fajok tűnnek el, hanem az összes szerepük, az összes hatásuk eltűnik. Eltűnnek a rossz hatások is, meg eltűnnek a jó hatások is. Külön csak a rossz hatást nem tudjuk eltüntetni, és ezért igencsak sok problémánk adódik majd mindenről. Ugyanez a hálózatnál is erről szól, hogy minél igazából nem az a jó, hogyha nagyon kevés növényevőnk van, vagy nagyon kevés patás egy élőhelyen, mert feltételezzük, hogy minél többféle faj van, akkor majd annál nagyobb gondot okoznak, összeadódik a hatásuk, hanem inkább az annak a jele lehet, hogyha van egy ilyen sokféle faj tartalmazó patás közösség, hogy a rendszer ezt elbírja, képesek egymás mellett megélni, nagyon változatosak a hatások, egyre heterogénebb lehet majd ez a környezet, ami lehetővé teszi azt is, hogy más élőlények is megéljenek. Ez nyilván egy nagyon ideális kép, tehát nem feltétlenül működik így, de alapvetően úgy tűnik, hogy akár ha csak az afrikai szavannára gondolunk, nem csak egyféle növényevő szokott legelni rajta, hanem nagyon sokféle, pedig olyan egyszerűnek tűnik az egész, van rajta fű, meg vannak rajta csenevész bokrok, és ettől függetlenül hatalmas nagy csapatokban járnak rajta különböző fajoknak az egyedei. Nyilván, hogyha ezeket így egyesével kiszedegetjük, akkor szép lassan összeomlik ez a rendszer, nem marad meg nélkül a jövőn állapotban. Tehát összességében az elég egyértelmű, hogy a patások azok részei a különböző ökoszisztémáknak, ahol ott vannak. Nyilván itt is különbséget kell tenni, hogy őshonosak-e például, vagy idegenhonosak, vagy mennyire invazív jellegűek, tehát mennyire lehetnek oda nem illőek a hatásai, de összességében ezek nem természetellenes dolgok, hanem hosszú évmilliók alatt összecsiszolódott a rendszer, és nem kell félteni azokat az egyéb fajokat feltétlenül, akikre hatnak, vagy a környezetet, mert hogy tudnak erre reagálni. Tehát egyfajta természetes bolygatásként foghatjuk fel a különböző patás hatásokat, és a természetes bolygatás az pedig egy természetes része a rendszereknek, tehát folyamatosan van mindenféle bolygatás, van olyan is, hogy feltúrja a disznó a gyepet, meg olyan is, hogy megeszi a makkot, meg olyan is, hogy lehántja a fát. Kérdés ennek a nyilvánvalóan a mértéke, meg a mintázata, meg az időzítése, hogy mennyire tud jól reagálni rá az adott környezet, de ettől függetlenül ezeket nem kell megszüntetni teljes mértékben. Erre már sok helyen rájöttek, csak hazánkban nem nagyon foglalkoznak még vele, tehát nagyon ez a vadkár kérdéskör, ami rendkívül erős, de az eléggé egyirányú, mert egyértelmű negatív megközelítés van. Pedig igazából a vadkár kialakulását is sokkal jobban megértenénk, hogy ebben egy kicsit részletesebben belelátnánk, hogy hogyan alakulnak ki ezek a különböző hatások. Hogyha Európában körbenézünk, azért ennek sokkal szélesebb az irodalma. Tehát alapvetően úgy tekinthetjük a patásokat, mint aki kicsit összekuszálják a környezetet. Valahol elkezdenek táplálkozni, tehát onnan elvesznek valamit, aztán arrébb sétálnak, és ott meg lepotyogtatják a hullatékokat, tehát ott meg valamit hozzávesznek. És mivel ezt sokan csinálják sokféle módon, mindenféle mintázatokat alakítanak ki, ami folyamatosan változik, részben kiszámítható, részben kiszámíthatatlanul. És ennek a következményeivel kell utána majd valahogy megküzdeni az ott élő egyéb fajoknak. Rengeteg ilyen hatás lehet, nyilvánvalóan az, hogy legelnek, illetve rágnak az egy ilyen hatás, az, hogy túra vadisznót egy ilyen hatás, az, hogy hullatékot termelnek, megint csak egy ilyen hatás, tehát a tápanyagforgalom nagyon erőteljesen beleszólnak. Az, hogy növényi magokat szállítanak, az egy rendkívül fontos szerepük, majd mutatok erre példát. Úgyhogy ezeket mind-mind figyelembe kell venni, meg örülni, hogy van. Csak nyilván ez a mi döntésünk, hogy mennyire örülünk neki, tehát milyen mértéket szabunk ennek, hogy ennyit akarunk belőle.
illetve hát, hogy mennyire tudjuk ezt majd szabályozni. Nézzük néhány példát, hát nagyobb léptékű hatások nagyon nagy mértékben át tudják alakítani a hatások az élő helyeiket. Ez nem minden fajra igaz, tehát valószínűleg nem az okkapideszerre a jó példa, de például a gímszarvas az abszolút egy ilyen jellegű ökoszisztéma mérnök faj, tehát nagyon nagy változásokat tud generálni, amivel rossz irányba menő, idézőjelesen, meg kedvezőbb irányba menő. Például ilyen lehet az, hogyha mondjuk a gnúk nagyon erőteljesen legelnek egy szavangvég környezetben, és így lecsökkentik az éghető biomasszának a mennyiségét, hiszen a szavannán elég rendszeresen lehetnek tüzek is, és hogyha nincsenek olyan erőteljes tüzek, akkor több fásszálú maradhat meg, és ha több fásszálú marad meg, akkor több fásszálú fogyasztó faj is maradhat meg, illetve több olyan faj, ami kötődik a fásszálúakhoz. És akkor ez egy táji léptékben egy nagyobb változást generálhat. Hogy ennek a fordítottja, azaz például a fehér farkú szarvas egy ilyen nagyon nagy hatású faj lehet, aminek a rágása az jelentősen lecsökkentheti a fásszálú csemetéknek a sűrűségét, és így az erdő regenerálódása az lelassul, a cserjeborítása az lecsökkenhet, és akkor ez ahhoz vezet, hogy például a cserjefészek madarak, vagy azok az ízelt lábok, akik a cserje szintben élnek, azok nem tudják hogy ezt a területet használni. Tehát nyilván valami is egy nagyobb léptékű változás következhet be. Hogyha másik részre ugrunk, tehát az egyed alatti szintre, akkor szintén jelentős genetikai változásokat is okozhatnak. Én mondtam, hogy a növényi változatosságot azt elég jelentős részben azok hozza, hogy léteznek növényevők. Tehát ha nem léteznének növényevők, akkor nem lenne egy olyan erős kényszer, hogy a növényeknek túl kellene élni a növényevést. Hát a növények nem passzívan tűrik azt, hogy bár ilyen is van, hogy megeszik őket, hanem ők szintén túl akarnak élni. Tehát a sikeresebb növények, a genetikailag kedvező tulajdonságúak, azok tudnak jobban ellenállni egy adott környezetben ezeknek a hatásoknak. Például az, hogy hol van az értékes biomassza tömege, mondjuk az oszlódó szövetek hogyan helyezkednek el, az egy fontos szempont, vagy a virágzata hogyan helyezkedik el egy növénynek, az egy nagyon fontos szempont, hogy milyen könnyű megszabadítani a növényt ettől, mert ettől függ a túlélése, vagy a növénynek a szaporodása. Vagy az, hogy tüskékek, tövisek vannak a növényeken, ez nem ingyen van, az nem a pottyan az égből, hanem erre költenie kell a növénynek. Tehát például azokon a helyeken, ahol rendszeresen, már hosszú idők óta előfordulnak növényevők, ott tüskésebbek lehetnek bizonyos fajok. Vagy azt is meg lehet figyelni, hogy azokon a szinteken, ahol a növényevők még elérik és rágják, ugyanaz az egyed az lehet, hogy tüskésebb, föntebb, ahol már nem érik el, ott viszont már nem költ erre. Tehát a hajtások szintjén is tud ebben különbséget tenni egy növény. Tehát a növény az tulajdonképpen okos. Vagy legalábbis jól alkalmazkodik. Ugyanígy élettani dolgokat is sokat tudnak változtatni a hatások, tehát például a méreganyag termelés is ugyanilyen, tehát ahol több növényevő jön, ott gyakori az, hogy méreganyagokat termelnek, vagy olyan is van, hogyha megrágja a növényevő a növény, akkor kezd el csak termelni, mert akkor tudja, hogy itt az idő is most kell erre tölteni. Az, hogy mennyire újul meg a növény, ez megint csak részben genetikailag kódolt, tehát az, hogy mennyire tud újrahajtani a rágás után, ezek stratégiák, tűrési lehetőségek. Lehet, hogy csak eltűri, az is lehet, hogy próbál nagyon gyorsan nőni, tehát nem csak azért nő, hogy elérje azt, hogy neki legyen, neki jusson sok fény, hanem például azért, hogy kinőjön a vadszája alól, tehát ha már 4 méter magasan van, akkor esélyesen nem éri el az őszarvas. Ez egy stratégia. No, tehát összességében a növény evőknek is mindig alkalmazkodnia kell, meg a növénynek is alkalmazkodnia kell, és igazából akkor működik jól, hogyha van sok sikeres növény, aki túléli a növényevőt, és sok olyan növényevő van, aki nem pusztítja ki a növényzetet, tehát nem eszi meg teljes mértékben, fenntartható módon táplálkozik, azaz tulajdonképpen újra termeli azt a növényi biomasszát. Van egy olyan kooperáció, vagy egy olyan koevolúciós végeredmény, hogy minél többet rágok szarvas, annál intenzíven hajt újra a növény, akkor ez akár mindenkinek jó lehet. Nem biztos, de lehet. No, hát néhány példa arra, hogy direkt módon a hatások hogyan befolyásolhatják a környezetüket.
Az első, nem tudom, hogy bárki ki tudja találni, hogy mi van ott fönn a képen. Nem tudom, mennyit látok belőle, de ez egy kecskének a feje. Illetve vannak rajta levéltetvek, meg van egy növény. A vizsgálat az roppant egyszerű, a kecskét oda vezetik a növényhez, a kecske nagyot lehel, részben a szájszaga, részben a hőmérséklet változás, részben ki tudja még a levéltetvek, azok pontosan mit érzékelnek, de hogy mi történik az elég egyértelmű, a növényről nagy tömegben leugranak a tetvek. Tehát tudják, hogy jött a kecske. Ugyanezt megcsinálom egy hajszárítóval, nem csináltam még meg, állítólag a cikk szerint, akkor a tetvek nem ugranak le. Tehát a hajszárítóra nem alakult ki ez a viselkedés, a kecskére meg kialakult. És végül is teljesen jól működik, mert a hajszárító nem fogja őket megenni, a kecske meg megfogja. És úgy tűnik, hogy ilyen szinten is nagyon erős kapcsolatrendszerek vannak. Fene se foglalkozik ezzel, de hát miért nem? Nyilvánvalóan a növényedő, akkor minden, ami a növényen van, nyilván egy adott intervallumon belül, nem fogja egyesével csipesszel leszövegetni róla, hanem ezt megérzi. És ez nagyon sok egyéb fajnál is megfigyelhető. Tehát például a makkokban mindenféle károsítók vannak, miközben megeszi a makkot a szarvas, vagy megeszi a vaddisznó, megint csak nem fogja kiválogatni, mi minden van benne. Az állati fehérjéhez is mindeközben hozzájuk. Vagy lepke, peték a hüveken, hogyha azon végig megy mondjuk a junyáj, akkor nem csak hüvet legel, hanem mindenféle petéket is, meg hernyókat is. Tehát tulajdonképpen növényerők azok ilyen módon ragadozók is, bár nem direkt csinálják. Vannak erre is megfigyelések, hogy nézték, hogy valami földön fészkelő madár miért nem akar túlságosan jól szaporodni, kitettek kamerákat, és kiderült, hogy a fehér farkú szarvas eszi meg a legtöbb madár tojást, tehát ilyen renitens ügyedek, meg ilyen fajta példák, de ezért ez nem jellemző. Viszont ha már a földön fészkelő madaroknál tartunk, például az, hogy végighajtjuk a gulyát vagy a nyájat valahol, vagy akár vadon élő legelő fajok nagyobb csoportba mennek valahol, annak például egy komoly következménye lehet, hogy a fészkelő madaraknak a fészkei rendszeren rákaposnak, összetörik a tojást, egyébként a csücsülő fiókát, és nem direkt csinálják, de ettől függetlenül van egy ilyen direkt hatás, ettől függetlenül közvetlenül csökkenthetik így a földön fészkelőknek a sikeres földését. Ugyanígy, ugye, hogyha legelő vagy az erdőben táplálkozó patásokról van szó, ha megnézzük a szőrzetét, akkor mindenféle ektoparazitával vannak tele, hogyha megnéznénk, hogy mi van az emésztő szerrendszerében, vagy megnézzük, hogy mi van a hulladékában, akkor meg ugye mindenféle endoparaziták vannak. Tehát ezeknek a parazitáknak van poszt meg kvártély, illetve hát szállítják is őket, tehát ez is egy abszolút direkt, és természetesen befolyásolja ez is a biodiverzitást, hiszen az, hogy mennyi féreg van egy adott területen, egy adott terület egységben, az például nagyon fontos dolgokról, hogy ilyenek a hatások. Nyilván sokat nem kell magyarázni a ragadozást, tehát ha megnézzük, hogy a farkasnak mi a fő tápláléka Európában, akkor a patásoknak az aránya rendkívül magas. Csináltak ilyen vizsgálatokat, például azt hiszem a Krüger Nemzeti Parkban, hogy megnézték, hogy a ragadozóknak a tápláléka az miből áll ott, és hogy döntő többségben a patások szerepe volt rendkívül nagy. És ugye nem csak az élő állat, hanem a tetemeik is rendkívül fontosak, tehát például az aranysakál valószínűleg azért terjed éppen ennyire jól Magyarországon, mert hogy növekedőben van a patás állományunk, mint szarvas vaddisznók, és rengeteg zsiger maradt kinn a területeken, ami egy jó lehetőség a sakának, hogy ezeket elfogyassza. De ez nem csak a sakának jó, egyébként jó a holdónak is például, sőt egyre gyakrabban lehet keselyüket is látni Magyarországon, tehát részben európai szinten biztos, hogy van benne szerepe, de akár Magyarországon is lehet egy ilyen irány benne. És hát vannak indirekt hatások is, ami ott fönt van, az a fickle mimicry jelensége. Ez megint csak mutatja, hogy ezek azért fontos kapcsolatok, hogyha az evolúció ilyen dolgokat kitalált.
Ugye az ott egy antilop hulladék, ami a jobb oldalon van, a bal oldali az pedig egy mag. Tehát van egy olyan növény, ami becsapja a ganajtuló bogarat, hullatékot utánozva a magjával, és mire rászmír a ganajtuló bogára, hogy az elmúlt fél órát fölöslegesen szenvedte el, addigra már a növény jól jártára terjesztették a magját. Tehát a hullaték képzés az rendkívül fontos, tehát a ganajtuló bogaraknak a közösségeit ez nagy mértékben befolyásolja, hogy mennyi patás van jelen egy adott területen. Hát utána tulajdonképpen bármit csinál egy patás, azzal megváltoztatja az élőhelyet, akár nagyobb léptékben, akár kisebb léptékben, ugye nem mondtak erre, leteszi a disznó orrát és megtúr egy fél négyzetméter, akkor lehet, hogy mindenféle ászka, rákok vagy tehát valamilyen gerinctelen fajok megváltoztatják a sűrűségüket, a jelenlétüket, tehát ilyen pici vagy valahol hánta szarvas egy patörzsön, akkor ott teszik hántott rész, nyilvánvalóan meg fognak ott jelenni bizonyos vizetlábúak. Hát ilyen pici léptékben egyértelműen van szerepe. Kicsivel nagyobb léptékben, például ha nem hagyja az erdőt felújulni és lékeket alakít ki az erőteljes rágásával, de ez egyrészt lehet rossz, mert nem újul az erdő megfelelő sebességgel, viszont lesz egy csomó olyan faj, ami örülhet ennek, például bizonyos lepkefajok, amit azért szeretik a nyíltabb területet, vagy lehetnek olyan erdei virágos fajok, amiknek szintén jó lehet. Ugye az, hogy mennyire nyíltak a területek, az azt is befolyásolhatja, hogy mennyi kisemlős van ott, vagy mennyi üdő van jelen egy adott területen. Ráadásul, hogyha a zsákmány alapján van, mondjuk több kisemlős van, akkor annak a ragadozójából is több lehet, szép láncokat lehet ebből felépíteni. Vagy mondjuk elpusztul egy patás, azt elkezdik fogyasztani az ízeltlábúak, és utána jönnek rá mindenféle ízeltlábú fogyasztó madarak. Tehát nem csak a dögevő madarak, hanem az ízeltlábú fogyasztó madaraknak is ez egy jelentős táplálékforrás lehet innentől kezdve. Tehát elég komplexek ezek a rendszerek, úgyhogy nem lehet csak egyetlen annyit mondani, hogy megesznek mindent és feltúrnak mindent, hanem sokkal messzebbre vezetnek ezek a folyamatok. És hát természetesen egymással is vannak mindenféle kapcsolatai, tehát az egyik hatás meg a másik hatás egymással versenghet, ha nagyon hasonló dolgokat esznek, vagy hasonló helyen táplálkoznak, ez ugye a versengés. A másik jelenség, az kevésbé vizsgált, ez a facilitáció, amikor az történik, hogy azzal, hogy az egyik faj valahol táplálkozik, például a leggel, mondjuk újra sarjadott a fű, és az előzőnél egy jobb, egy kedvezőbb állapot fog utána kialakulni, tehát tulajdonképpen ez az addig versenytársnak később egy helyzeti előnyt jelent. Tehát mind a kettőre vannak példák, de ezeket is figyelembe kell venni. És akkor mutatok különböző vizsgálatokat, kisebb-nagyobb vizsgálatokat, amiket mi csináltunk ebben a témakörben. Ez az első, ez a patások magterjesztéséről szó, méghozzá a vaddisznóról. Az egyik hallgatómat megkértem, hogy menjen el egy hűtőházba, Nász Benedek. Ezt meg is tette, jól felöltözött. És az volt a feladata, hogy 41 vaddisznóról kefélgesse le a szőrzetéről azt a sok-sok magot, ami beleakadt. Igen, csak sikeres volt, mert összesen 61 növényfajnak a magját sikerült onnan kiszedegetni. Ami egyébként érdekes, hogy nem csak ilyen mindenféle kapaszkodó szőrös magokat talált benne, hanem egyszerűen a sárba, ami rajta volt a szőrzeten, abban mindenféle mag képes volt vele adni, tehát ilyen mértékben képes a vaddisznó a mag terjesztésre, vagy akár a vaddisznónak a lábán, ott mindenféle mohapárú darabok lehetnek, tehát így is tudja terjeszteni a növényeket. És hát, ha megnéztük, hogy milyen fajok, akkor mondjuk a fele az mindenféle szörnyűség volt, tehát mindenféle gyomfajok, viszont a másik fele azok a fajok, amik az őshonos, úgymond pozitív értékkel rendelkező fajaink az erdei közösségekben. Tehát megint csak ugye nagyon nagy hatása van, ennek egy jelentős része kedvezőtlen lehet, a másik része az kedvező, de az teljesen biztos, hogy ez egy nagyon nagy szerep, fontos szerep. Tehát, hogyha a vaddisznó ezt nem csinálná, akkor megint csak nekünk kéne fölvenni a bolyhos pulcsit, kimenni az erdőbe, ott kemperegni, és aztán valahol majd ezeket leszedni magunkról, mert nem terjeszteni senki a magukat. Tehát ugye ez egy ingyenes ökológiai szolgáltatás, nem kér érte pénzt a disznó, megcsinálja. Nem teljesen tökéletesen, mert mindenféle egyedet is terjeszt,
a jó részét is megteszi. Viszont ha például azt nézzük meg, hogy a hulladékban mi van, az már egy kicsit kedvezőbb. Igaz, hogy ott is például megtaláltuk a faepert, de ott egy csomó olyan értékes cserje, illetve fafajunk van jelen, nyilván gyümölcstermőfajok, ami viszont abszolút fontos, hogy a hazai erdőtársulásokban jelen legyen, és valaki terjessze. Ezeket azért még annyira nem értékeljük, vagy nem a vaddisznóhoz kötjük. Például ugye a szajtót sokáig nem szerettük, vagy nem szerették az erdőgazdálkodók, mert hogy a káros kategóriában volt a tekintetben, hogy sok makkot eszik. Most ezt a nézetet ezt megújították, mert hogy kiderült, hogy ő egy nagyon fontos szolgáltatást nyújt, igaz, hogy nagyon sok makkot megeszik, de mindeközben terjeszti is, már hogy elbűtossa. És most már van például olyan erdőtelepítési megoldás, vagy fafaj cserés megoldás, hogy kiteszik egy nagy platóra a makkot, oda repkednek a szajkók, elviszik a makkot, és mondjuk egy fenyőerdőbe beültetik, és akkor szép lassan terjesztik a tölgyet a területen. És akkor nagyon értékelik a tevékenységét. Hogy ugye a Kopi Luwak kávéról, hogyha már hallottatok, akkor ez a cibet macskához kötődik, akivel megettetik a kávécserjének a termését, és utána az ürülékében ott lesznek a magok, azt megfelelően kifőzik, és utána ebből egy rendkívül drága kávét megvehettek a kávézóban. És akkor ennek megvan a konkrét értéke, amennyire megvetted a kávét, meg amennyit költöttek rá, tudjuk, hogy akkor ezt tudjuk számszerűsíteni. De hogy mennyit ér az, hogy a disznó rohangál az erdőben, és eszik, aztán meg ürít, azért az elég fárasztó. Ennek viszont nincsen így értéke. De attól még van. És hogy ez hova vezet? Megnéztük azt, hogy hogy csirázik az a mag, ami lehullik mondjuk a húsosomnak a termése, hogy az hogy fog kicsirázni. Kivesszük a lehullott termésből a magot, és úgy próbáljuk kicsiráztatni, vagy átment a vaddisznó hullatékból kivesszük, tehát tényleg kivesszük belőle, tehát már átment a tárcsatornán, úgy hogy csirázik, illetve benne hagyjuk a hullatékba, tehát átment a tárcsatornán, de benne van a hullatékban, úgy hogy csirázik. Egyértelműen kiderült, hogy sokkal jobban csirázik, ha átmegy a tárcsatornán, tehát ezek a csirázásgátló részeket leszedi az emésztőszerrendszer, tehát fontos, itt megint csak alkalmaz. Közben egy csomó magot megráthat, tehát van egy magpredáció is, meg van egy magterjesztés is, tehát az arány az fontos, de nagyon nagy szerepe van. És itt a hozzávalóknál oda van írva még a ganajtúró bogár is, az azért van, mert hogy tulajdonképpen az derült, hogy az nagyon fontos, hogy átmenjen a tápcsatornán, de jobban csíráztak azok a magok, amit kivettünk utána a vaddisznó hulladékból. Tehát ezt nem értem, hogy mi az oka, meg nem is néztem utána, de úgy tűnik, hogy a ganajtúró bogár is még hozzáteszi a saját kis szerepét mindenhez, tehát összességében jó lesz ez a magoknak, hogy lefejtik róla ezt a hulladékot. Jó, hát ugye rossz példákat már mondtam, úgyhogy ezek inkább egy kicsit a pozitív magok kevés van. Arra egy-két példa, túra vaddisznó, minden eltűnik, ugye ez a valaphipotézis, most akkor mutatom az alternatív lehetőségeket. A baloldali három kép az egy olyan területet ábrázol, ahol mindenféle értékes növények élnek, szitikocsor, pettyegetett őszirózsa például, és van ott egy vaddisznós kert. Nyilván, ahol vaddisznós kert van, ott jelentős vaddisznó hatás is van. Hát ugye a konfliktus helyzet az volt, hogy akkor ezek szerint ezek az értékes növények el fognak innen tűnni. És a vaddisznós kert különböző területein, meg a vaddisznós kerten kívül is, meg elkerített, meg nem elkerített területeken is, tehát különböző vaddisznós sűrűségeknél néztük a növényeknek az egyedszám változását, meg a károsítottságát, a hatást rajta, és hát azt találtuk sok évi hosszú vizsgálat alatt, hogy igazából nincs különbség a vaddisznós meg nem vaddisznós területek között. Hiába akartuk kimutatni, hogy itt valami szörnyűség fog történni, nem történik mindig mindenhol, minden esetben valami negatív dolog. Tehát valóban az etető környékén ott egyértelmű nem volt semmi, vagy például a kerítés mentén ott nem volt semmi, tehát ott egy erős negatív hatás van, de ugye nagyobb léptékben nem mondható, hogy nem fér meg egymás mellett akár egy fokozottan védett növény vagy a vaddisznó. A másik példa is ilyesmit erősít meg, ez pedig a velencei úszóláp, ahol a hagymabuzok orhidea él, és ezen a területen, ezen az úszólápon elég sok vaddisznó is fent van, elég nehéz őket onnan kiszedni, és pedig hát ott van egy értékes orhidea fajon, valahogy vigyázni kellene rá,
És a probléma nyilván az, hogy biztos ki fogja túrni a disznó, valóban ki is túrja, tehát miért nem tudnánk, hogy megteszi. Csak volt egy érdekes megfigyelés, hogy egyszer beszakadt egy nádarató gép, megbolygatta ezt a vékony talajfelszínt, és egyszer csak a agymaguruk orhideák intenzívebben kezdtek növekedni. És ez végül is egy ötletet adott az ottani természetvédelmi örvendetinálmi kényszer vadgazda, hogy akkor ezt meg kéne vizsgálni, hogyha ilyen bolygatást a disznó is tud végül is csinálni, mert nagyon mélyet nem tud túrni egy szólákon, hogyha vannak ilyen felszínű bolygatások, az lehet-e pozitív, és valóban az derült ki, hogy vannak rossz vaddisznótúrások, meg jó vaddisznótúrások, tehát tud rosszkor is túrni a disznó, amikor igazából nem tud védekezni ellen a növény, viszont hogyha mag szórás előtt csinál ilyen kisebb túrásokat, amit egyébként természetvédelmi kezelésre nagyon nehéz lenne megoldani, tehát sokkal egyszerűbb ezt a disznóra bízni, akinek úgy sincs semmi dolga egész nap, akkor ezekre az üres területekre rá tudja szórni a magját, és nincsenek versenytársak. És akkor itt jobban tud fejlődni az orhidea. Ez a másik oldal, azt elfelejtettem mondani, de ez is ezt mutatja, hogy a sziki kocsornál, ahol jobban megtúrta a disznó, csak azt történt, hogy eltűntek az egyedek, hanem ott elég intenzíven elkezdtek fejlődni új egyedek. Tehát van sok-sok olyan növényfaj, akár védett, akár nem védett, tehát az, hogy védett vagy nem védett, ez nem növényi szempont, hanem csak emberi, amelyek ezek a bolygatást jól tűrik, sőt, akár jó is lehet nekik az, hogy megfelelő időpontban, megfelelő mértékben megtúrják őket. Egy másik példa, hogy mi történik a föld alatt, amikor a vaddisznó túr, ez is egy sokkal komplexebb vizsgálat volt, csak a legegyszerűbb részét mutatom meg. Tehát megnéztük, hogy mi minden mozog a földben ott, ahol megtúrta a disznó, meg mi minden mozog, ahol nem túrta meg, és csináltunk mi is ilyen műtúrásokat. Tehát megnéztük egy adott helyen, hogy mi minden van a földben, utána jól megtúrtuk, ahogy a disznó is túrja, és utána 30 nappal később megnéztük megint, hogy mi van benne. És hát azt találtuk, hogy minden túrás esetén, meg a túrt-nem túrt területek összehasonlítása alapján is, hogy nem az történik, hogy ezek a megbolygatott részekben sokkal kevesebb gerinctelen lesz, hanem jelentősen megnövekedett az arányunk. Ezt megint nem nagyon tudom pontosan értékelni, hogy mit jelent, hogyha több földi giliszta fajol, vágony, iker, szelvényes kategória lesz a talajban, hogy ez most kinek jó, meg kinek rossz. Hogy nem kevesebb lett, hanem több, az egészen biztos. Nyilván ezt, aki jobban ért hozzá, tudja értékelni. De már maga az eredmény, az iránya, az a várakozásokkal szembe megy. Egy másik, ami kétértűek előfordulásáról szól, ugye az is egy elég egyszerű és logikusnak tűnő koncepció, hogyha valahol egy dagonyában vaddisznó jól belehempereg, akkor agyonnyomja az összes békát, ami benne van, és mellesleg még kettőt lefetyel, akkor megeszi a petéket is, és utána boldogan elvonul. Ezt próbáltuk megnézni, hogy ez tényleg ennyire egyszerűen működik-e, és különböző dagonyákat vizsgáltunk meg, hogy mennyire használ, tehát néztük a nyomsűrűséget, tehát a vad általi aktivitást a területen, meg számolgattuk benne a békákat, meg a békapetéket, meg néztük, hogy mennyire borított vízinövénnyel, mekkora a dagonnyal, mennyire átfolyó, és ezek alapján mi is azt találtuk, hogy nem annyira egyértelmű, hogy ahol sok vaddisznó van, ott nincs béka, ahol meg kevés vaddisznó van, ott meg van béka, hanem az ennél bonyolultabb. Nyilván, ahol nincs vaddisznó, ott nincs mindenhol béka, ez ingyen kiderül, vagy ez elég gyorsan érthető, de az se igaz, hogy ahol van vaddisznó, ott nincs béka, tehát pont itt a legelső, az látszik, hogy elég sok vaddisznó volt, és elég sok béka, de most nem tettem a konkrét ábrákat, csak ezt az egyszerűbbet a publikációból. Mindenesetre ezek statisztikailag is alátámasztható eredmények voltak. De tulajdonképpen az derült ki, hogy van olyan hely, ahol van sok vaddisznó és sok béka van, és van olyan hely, ahol sok vaddisznó van és nincsen béka, meg van olyan, ahol kevés vaddisznó van és tényleg sok béka van, tehát mindenféle megoldások vannak, tehát nem egyszerűen csak ennyi, hogy ha sok vaddisznó van, nincs béka, hanem például az is nagyon fontos, hogy mennyi vízinövény van, vagy mekkora egyáltalán a dagonya. Belefekszik a disznó és minden eltűnik, akkor nyilvánvalóan az túlságosan pici, hogy együtt éljen többféle faj, de ha elég nagy, például van egy búvóhelye a békáknak, biztonságosabb rész, van egy másik rész, amit a disznók kifeküdhetnek, mondjuk ezen a sekélyebb részen mindenféle vízi gerinctelenek megjelenhetnek, potenciális táplálékot adnak a békának, akkor ez akár még pozitív is lehet.
Tehát itt is sokféle jó meg rossz hatás van egy pici léptékben, és hát majd lesz, ami lesz, de nem lett egyértelmű azt mondani, hogy ez biztos így történt. Egy másik történet, amit bemutatnék, egy általános probléma, hogy nem újulnak az erdők meg, hogy már röptében elkapja a vaddisznó az összes makkot és besérnek a földre. Ugye ez megint a nagyon egyszerű hozzáállás. És valóban nagyon sok esetben tényleg így történik, hogy túlerőteljes a vaddisznó hatás. Egyértelmű, hogy a vaddisznó az makkal álmodik, tehát tényleg az a kedvence, az a legkedveltebb tápláléka, tehát intenzíven fogyasztja, tehát jelentős hatása van. Csak ugye az a kérdés, hogyha mondjuk nem újul egy erdő, és lelövöm az összes vaddisznót a környéken, ami egyébként nagyjából lehetetlen, akkor fel fogja újulni az erdő. Mert ha utána sem, akkor utólag kiderült, hogy ezek szerint nem csak a vaddisznó volt a probléma, hanem vannak egyéb fontos tényezők is. És ez ugye az szükséges, hogy végignézzük ezt a folyamatot. Tehát az első kérdés, hogy van-e mag. Ha már eleve nem hullik mag, akkor a vaddisznó nem teszi meg a magot, ez elég biztos. Következő kérdés, hogyha lehullott a mag, akkor abból vajon mennyit viszel a vaddisznó, és mennyit viszel valami más. Például mennyi magkárosító van, ami már eleve a lehullott magban benne lehet, tehát már csírázás képtelenül hullik le a mag. Mennyi egér lehet a területen, mennyi szajtó vagy egyéb olyan madár, amit képes szintén a magot elvinni vagy elfogyasztani. Hát mindenki kiveszi a részét, és természetesen a vaddisznó is ezeket valahogy el kell különíteni, például ilyen elkerítéses vizsgálatokkal, meg ilyen magfogós mérésekkel, amit egyébként Sütő Dávid végez az egyik Balaton felvidéki területen. És akkor ugye a történet ott folytatott, hogy meg kell nézni, hogy egyáltalán mennyi mag csírázik ki, tehát ha egy se, akkor nagyjából szinte mindenki megette a disznó vagy nem, mert nem lett volna belőle úgyse csemete, és utána, amik megmaradtak és kicsíráztak és csemete lett belőle, utána még mindig ott vannak mondjuk a szarvasok, akkor azok mennyit rágnak meg, és ha megrágták, akkor a csemete képes-e felnőni vagy nem. Ugye a történet az ott ér véget, hogy majd amikor megfelelő faanyag mennyiséget akarnak mondjuk az erdőgazdálkodók, akkor az rendelkezésre fog állni mindezen folyamatok után vagy sem. Tehát ez egy nagyon bonyolult és komplex folyamat, tehát nem lehet csak a vaddisznónál elragadni, mint hogyha az egy teljesen jogos elképzelés is, hogy neki van a döntő hatása, de nagyon sok esetben ez nem így van. Egy másik példa, hogy mennyire nem egyoldalúak ezek a dolgok. Ja, a muflon például nem kedvelik a természetvédelmi szempontból, mert a muflon az Korzikából származik, és mint egy ilyen faj, alapvetően a déli egyoldalakat használja, amit éppen nagy mennyiségben elborítanak a különböző értékes látszámú fajaink is, tehát a különböző fokozottan védett fajok, és nem annyira örülünk neki, hogyha a muflon ezeket megrágja vagy letapossa. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy ezzel valóban hosszú távon mekkora problémát okoz, csak hogyha ezt megmérjük. A másik oldal viszont természetesen az, hogy miközben a muflon legyen meg rág, mindeközben szukcessziós folyamatokat lelassítja, tehát például a területnek az elcserésedését, azt csökkenti, vagy bizonyos fajokat visszaszorít. Ugyanilyet vizsgáltunk a Mátrában is, ahol Pengszakár, aki nálunk dolgozik az egyetemen, ahol lett figyelmes, hogy a mátrai gyepek, igaz, hogy volt egyszer régen valami cserjeírtás, de az már régen volt, és azóta se cserjésednek újra. Hogyan lehet ez? Kimentünk és megnéztük azt, hogy egyáltalán milyen csemeték vannak, hanem milyen sűrűségben, mennyire van megrágva, mennyi vaddisznótúrás van. És ezek alapján azt találtuk, ez itt az előfordulása a különböző fajoknak, hogy nagyon sokféle fászszárú csemete van jelen, ez három különböző mátrai gyepen volt, de azért van négy, mert itt különböző magasságok is előre vannak. Tehát nagyon sokféle cserjefaj vagy fafaj van jelen ezeken a területeken, amik próbálják dominálni ezt a területet, tehát becserjésíteni, viszont valami visszarágja őket. Nyilvánvalóan, mivel nincs legeltetés a területen, azok a vadfajok, amik ott előfordulnak, és az elég erőteljes ez a rágás, tehát azt találtuk, hogy az ottani csemetéknek a 64-40, illetve 69%-a meg volt rágva. Ilyen nagy rágásokat éppen az erdőben nem találunk sose a csemetéken,
Hát úgy tűnik, hogy a nyílt területeken ezek az intenzíven megújuló hajtáskínálatok, tehát mindig folyamatosan visszarágjuk a gyedet, ezek esélyesen jobb táplálékot biztosíthatnak, nem értük meg, hát ez csak egy feltételezés, de az biztos, hogy a nagy testű növényerők ezeken a területeken az jelentősen hozzájárulnak, hogy nem cserélsednek be olyan gyorsan. Sokszor azt gondoljuk, hogy növényerők megeszik mindent, és ezzel tulajdonképpen, mármint mindent, ami növény, ezzel tulajdonképpen elfelejtkezünk a legfontosabb szerepükről, azt, hogy a növényevők tulajdonképpen mintázatot rágnak a vegetációba, mert valamit kedvelnek, valamit elkerülnek, valamit szeretnek, nem szeretnek, valamit meg tudnak emészteni, valamit nem tudnak megemészteni. Tehát nagyon fontos, hogy azt lássuk, nem csak azt, hogy mit tesznek meg, hanem azt is, hogy a kínálathoz képest hogyan válogatnak. Ez az ábra ezt mutatja, azaz az látszik rajta, hogy megnéztük nagyon sok hazai erdőterületen, hogy mi a kínálat a cserjeszínben, és ehhez képest mik vannak, milyen arányban megrágva. És ezek alapján egy ilyen kedveltségi sorrendet lehet felállítani, ahol meglepő módon nem a hazai fontos fűfafajok vannak elő, kivéve az akácok, ami igencsak nagy szórások vannak, tehát erősen helyzetfüggő, de alapvetően az akác az egyetlen, ami fűfafajok közül valóban kedvelnek és keresnek, illetve a mindenféle cserjék. Tehát tulajdonképpen ezzel a válogatással nagyon jelentősen befolyásolják a vegetáció fejlődését a patás vadfajaink. És például az, hogy mennyi cserje van egy erdőben, van-e például cserjeindítás egy erdőterületen vagy nincs, vagy mennyire változatos egy ültetvénynek a jellege, milyen erdészeti kezelések vannak rajta, az nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen hatással lesz majd a növényevőnek. Tehát, hogyha nincsen egy cserjé, kiesik ez a rész, akkor ugye megy tovább, mást fog enni. Nyilván ez be az is benne van, hogy egyre több növényevő van, akkor eleinte még mindenkinek jut a finomból, de egyre többen vannak, egyre nagyobb lesz a hatás a hátrébb lévő fajokon is. Tehát ha túl nagy a vadsűrűség, akkor ami kedvelt fajokat is sokkal erősebben fogják fogyasztani. Tehát mindkét oldalról kell valahogy ezt mozgatni, ezt az egyensúlyt. Ugyanezt lehet látni a hántások kapcsán is, hogy általában nem a fűfafajok azok, amik igazából kedveltek, hanem a mindenféle elegfajok, hársok, juharok, azok, amik sokkal kedvezőbbek lehetnek a vadfajok számára, ez megfelelően melegyes környezet kell, és ez van egy ilyen szelektálása ebben a tekintetben is. És nem csak mint egy ilyen táplálékforrás, de ez nem egy jó táplálékforrás, használható a kéreg, hanem például az agancsverés kapcsán, az agancstisztítás kapcsán is használják, és nem ugyanazokat a fafajokat, meg nem ugyanazokat a törzsátmérőket használják a különböző használatok során. Tehát nagyon sokféleképpen módosítják így a növényzetet. Hát összességében hogyan lehet ezeket a patás hatásokat valahogy menedzselni? Ugye azt látjuk, hogy nagyon változatos testméretű és táplálkozású patásokkal van dolgunk, mi Magyarországon belül is elég sokféle van. Eltérőek a hatások, eltérőek azok a visszahatások, amik jönnek a hatások felé is. Tehát igazából nekünk ezt valahogy fel kéne tartani, méghozzá úgy, hogy amit mi nem szeretünk benne, azt próbáljuk egy kicsit csökkenteni, amit meg esetleg szeretünk benne, mert nem ilyen is van, azt meg valahogy próbáljuk növelni mindenben. Ez mindenképpen egy fontos lépés az, hogy megfelelően foltos vegetáció szerkezetet, vagy tájszerkezetet tudjunk kialakítani, mert ott minden patás megtalálhatja a saját életfeltételeit, és tud megfelelő módon természetesen viselkedni. Tehát nem kényszerítjük egy olyan környezetbe, ahol ő se alkalmazkodott az adott feltételekhez, meg az a környezet se alkalmazkodott azokhoz a hatásokhoz, hanem többé-kevésbé természetes, jól bevált módon működhetnek ezek a folyamatok. Például ez a szálló erdőgazdálkodás, ami még sajnos nem túlságosan elterjedt, nálunk már az első lépéseket az elmúlt 10 évben megtettük e felé, egy jó lehetőség arra, hogy természetesebben viselkedjenek a növények, és kedvező módon válogassanak például a fásszálóak között. Egy fontos kérdés a nagyvadozóinknak a megőrzése, esetleg visszatelepítése. A megőrzés egy egyszerű dolognak, mert együtt élünk velük, a visszatelepítés az egy elég konfliktusos helyzet, mert nem mindenki szeretne a környezetében
olyan nagy testű ragadozókat, amik veszélyt jelenthetnek akár a házi állataira, akár a saját testi épségére, úgyhogy ez egy bonyolult a problémakör. Ezt valamilyen mértékben pótolhatjuk mi is. Tehát a vadászatnak nem csak az lehet a szerepe, hogy kimegyünk és csökkentjük a hatásoknak a létszámát, hanem az is lehet, hogy attól függően, hogy éppen hol vadászunk, változtatjuk a patásoknak az élőhely használatát. Nyilván nem akarnak oda menni, ahol nagyobb az esélye, hogy lelövik őket, vagy nagyobb az esély, hogy ragadozó van, az emberek fajta ragadozó. Ezt úgy hívják, hogy landscape of fear, tehát a növényevő próbál úgy helyezkedni az élőhelyén, hogy ne a táplálék legyen az elsődleges, hanem hogy életben maradjunk, ne kapja el senki. Tehát kiesnek ezek az előteljes ragadozós részek, tehát az eloszlásokat azt tudjuk ezzel valamilyen mértékben szabályozni, ez is egy fontos kérdéskör lehet. És hát tulajdonképpen nekünk azt kellene legyen a célunk, hogy nagyon sokféle ilyen hatás legyen, de ne legyenek nagyon erőteljesek. Ezt ugye úgy szokták mondani, hogy mérsékelt legyen, tehát legyen valamennyire, kerítsük be az ország összes erdőjét, ugye most már több mint 7000 km kerítésünk van az erdőkben, egy óriási nagy szám, hanem a cél az, hogy ezeket valamilyen formában lebonthassuk, nyilván a természetszerű erdőgazdálkodás egyik oldalról az segíti, másik oldalról pedig kell egy akkora állomány létszámot beállítani, ami még a vadgazdálkodást lehetővé teszi, de az erdőfelújulást is elősegíti, ezért nagyon nehéz ügy, úgyhogy idézőjel mérsékelt, és senki se tudja, hogy mekkora. És hát nyilván akkor ezt monitorozni kell, máshogy nem lehet. Ha nem tudjuk megmondani, hogy mennyi, akkor monitorozni kell ezeket a hatásokat. Erre kidolgoztunk mi is egy ilyen vadhatás monitoringot. Ez egyébként letölthető. Ha nem akar senki monitorozni, akkor is érdemes lehet letölteni, mert az egyik az egy ilyen jelhatározó. Meg tudjam egyáltalán mondani, hogy ez valamilyen hatás okozta el, vagy mit tudom, ez vadisznókút, vagy a fekete rigót, amit szórakozott és grisztát akart magának keresni. Össze lehet keverni magától esetleg a kéreg, vagy ott járt a szarvas, és valóban lehántott a szarvas, törte le az ágat, vagy arra járt a cserkészcsapat, és mindent letört. Össze lehet ezeket mind-mind keverni, de vannak megfelelő jelei annak, hogy hogy lehet felismerni, és akkor csak azt fogjuk rá a hatásokra, amit valóban működünk veletek. A módszertannak a lényege pedig az, hogy különböző szinteken megnézzük azt, hogy mi a kínálat, és milyen a használatnak a mintázata. Tehát ebben a lényeges az az, hogy a kínálatot is megnézzük. Ha csak azt nézzük mondjuk meg, hogy hány csemete rágott, akkor igazából nem fogjuk megérteni, hogy miért van megrágva, miért pont olyan mértékben. Megszámolom, hogy hány tölcsemete van rágott, akkor nem fogom megfogni, hogy azért van megrágva, mert azt is rágja, vagy azért van megrágva, mert bár más dolgokat sokkal intenzívebben fogyaszt, mert azt kedveli, azért mellesleg néha találkozik a tölcsemetével is, és abból is fogyaszt valamilyen mértékben. Tehát ez a rendszer ez azt segít, hogy sokkal részletesebben értsük meg ezeket a folyamatokat. Köszönöm szépen a figyelmet!